Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban nem másról lenne szó, mint a medve állatkáról, ami talán a Föld egyik legérdekesebb élőlénye, hanem a legérdekesebb, márha tényleg a Földről származik, ugyanis rengeteg elmélet van, ami azt igazolja, hogy ezek más bolygókról érkeztek, vagy valami totál másik helyről. Szóval vágjunk is bele ebbe a videóba, ugyanis meg fogunk nézni érdekes elméleteket, dolgokat, sőt még be is mutatom az állatot, szóval megpróbálok mindent elmondani róla, milyen alapadat. Szóval kezdjük is el. Talán a leghíresebb és egyben a legérdekesebb kísérlet is 2007-ben volt, méghozzá amikor az orosz űrszondával, a Foton M3-mal küldték fel ezeket a kis állatokat az űrbe, ahol különböző dolgoknak, például sugárzásnak, a vákumnak, meg hát ilyeneknek voltak kitéve, és meglepő módon elég sokan túlélték, sőt, amikor visszahozták őket és megfelelő életkörülmények közé kerültek, akkor ugyanúgy életre keltek. Szóval a medveállatkák eléggé erős ellenálló képességgel rendelkeznek. És ez is az egyik fő ok, hogy kialakultak ezek az elméletek, mármint hogy a medveállatka az nem földi, hanem valami égi testről, vagy talán a leggyakoribb, hogy esetleg aszteroidák segítségével jutottak el szerte a világűrbe. Ezt a gondolatot amúgy a panspermia elmélet keretében vizsgálják, viszont egyelőre ez elég spekulatív, azaz még eléggé bebizonyítatlan, viszont jelenlegi tudásunk szerint a Földről származnak és alakultak ki a medveállatkák, de minden esetre érdekes elméleteket vetnek fel ezek a kis jószágok. Na, de mivel ez egy tudományos videó és a tudomány része ennyi is volt, így hát röviden, mert igazából én nem akarok nagyon elkalandozni most, hogy Földön kívüli meg ilyesmi, szerintem egyelőre ennyi elég is volt, mert akkor be is mutatom az állatot, ugyanis eléggé kevesen ismerik, annak ellenére, hogy biztos, hogy sokan hallottak róluk, viszont szerintem nagyon keveset tudnak róluk az emberek. Na de ha már ilyen különleges és érdekes élőlényről van szó, akkor biztos sokan elgondolkoztatok azon, hogy mégis hogyan rendszert tanozták be. Az ős szájúakhoz tartozik, amit amúgy két kládra szoktunk osztani, a nyílférgek és a vedlőállatok. Nekünk ebből a vedlőállatok lesz a fontos, ugyanis a medveállatka is ide tartozik. A vedlőállatok hát meglehetősen sok törzsel rendelkezik, főleg férgek, szóval öves, páncélos, farkos, fonál, húrférgek, meg karmos féreglábúak, meg amúgy az ízelt lábok is ide tartozik, csak hogy mondjak valami olyasmit, amit ismertek, és hát persze a medveállatkák. Az ízelt lábakhoz állnak a legközelebb, viszont hát ennek ellenére rengeteg tulajdonságuk eltér, például amúgy, hogy testüket kutikula páncél borítja, és a hidrosztatikus váz feszíti ki. Na, de a medveállatkák törzsét nem szokták tovább bontani, de ennek ellenére 1300 ismert fajjal rendelkezik. Ez a törzs, ami ahhoz képest elég sok. De talán nem is lesz olyan meglepő, hogyha azt mondom, hogy világszerte előfordulnak, és azt úgy kell elképzelni, hogy akár 6000 méter magasságban, 4000 méter mélyen a tengerekbe, a sarkvidékek, az egyenlítő környékén, szóval mindenhol, még Magyarországon is. Jó, mondjuk azt hozzáteszem, hogy 0,2-től 1,5 mm, főleg ilyen fél milliméteres példányok vannak, de akkor is. Na de akkor egy kis történelem, történet, na mindegy, az a lényeg, hogy az első feljegyzéseket 1773-ban J.A.Goez készítette, biztos, hogy szarul ejtem a nevét, és hát ő kis vízi medvéknek nevezte el, innen is jön amúgy a medveállatka a kifejezés, de például a másik neve a tardigrada, amit nem fogok használni, mert Isten ments, hogy én ezt mindig kimondjam. Ezt a nevet pedig amúgy Spallanzai adta neki 1776-ban, és igazából ez a tudományos neve. Nevének pedig amúgy a jelentése lassan lépkedő. A teljes genállományukat 2015-ben az University of North Carolina munkatársai szekventálták. Persze később kiderült, hogy ő tévesen felfedezni vélték, hogy a teljes genállománynak csak nem 17%-a származik idegen élőlények, hát baktériumok, gombák és archeák genomjából, ami maradjunk annyiba, hogy ő eléggé magas az állatvilágba. Persze később egyéb tudósok ugyanúgy megcáfolták és vitatni próbálták ezt az egészet, azaz a pontatlanságot. Ugyanis a valódi érték szerintük kevesebb, mint egy tizede az előbb állítottaknak.
Valószínűleg a pontatlanságot a külső páncél rétegén és a testén belül lévő baktériumok okozhatták, ugyanis a kutatók ezeket is a medveállatka genállományaként vizsgálták. Na, de akkor térjünk is rá a testfelépítésükre, ami amúgy elég érdekes, ugye hengerezzömök testük van, és 4 törzs szelvényre tagolódik, amikhez egy-egy pár láb tartozik, végén pedig 4-8 karomba végződik. Korábban már megemlítettem a cuticula chitint, ugye a testük külső borító rétegét, ez fehéréket és liptideket tartalmaz, lehet sima felületű mintázott, vagy akár víz hatására könnyen megduzzad, mellesleg annyira vékony, hogy szinte átlátszó, ezért láthatjuk akár a belső szerveiket is. Na, de ha már belső szervek, térjünk is át az anatómiájukra, ugyanis izomzatuk egysejtű izomszálakból áll, idegrendszerük egy hátoldali agydúszból és az ehhez csatlakozó hasdúcláncból áll, keringésük és légző szervrendszerük egyáltalán nincsen, gyomruk és belük viszont van, a salakanyagokat választják ki. Szányílásukba a 2 miniatűr állkapcsi mész szurony foglal helyet, a szuronyok valószínűleg az első szelvények karmaiból fejlődhettek ki, vedlés után a nyálmirigy pótolja őket, a karmokat pedig a karommirigyek. Meg akkor még azt is megemlítem, hogy ő utolsó pár lábait kapaszkodásra, még első 3 pár lábát pedig ő járásra használja. A zúzmok és mohák életközösségei a leggyakoribb életterük, viszont már említettem, hogy a világ bármelyik pontján előfordulnak. Főleg növényi nedvekkel táplálkoznak, de előfordulnak ragadozók, amik például baktériumokat fogyasztanak, de még paraziták is. De még amúgy vannak korhadékevők, meg kannibálok is. Na, akkor térjünk is rá a szaporodásukra, ugyanis még nem találtak hím egyedet, szóval ezek szűznemzéssel szaporodnak, azaz önmegtermékenyítés. 1-től 30 petit is lerakhatnak, amik 0,05 mm-es átmérőjűek. Különböző növényekre, de például vannak olyan fajok, amik a levedlet páncéjukba rakják bele a petéket. Sőt, egy érdekesség, mert a mohákon élő fajok petéi fogazottak, hogy az esővíz nem ossa le őket. Emellett nincs lárva alakjuk. Na, de szerintem amúgy itt elég sok mindent elmondtam, és körülbelül ennyi is lett volna ez a videó, ami remélem amúgy, hogy tetszett. Szóval majd úgyis fogunk találkozni a következőben, és addig is, sziasztok!